Üdvözletem! Ez itt a Horoszkóp, és ebben a videóban a Fright Me című filmről szeretnék nektek beszélni. Úgyhogy vágjunk is bele! Horoszkóp, tartsál velem, a csatornámon csak horror terem. Horoszkóp, határok nélkül a magyar horror közösség épül. Horoszkóp, az adás vettem, Argento báva kulcsikát bentem. Horoszkóp, szeretet és béke, nyújtom a kezem, ha meglátok téged. Volt egy másik alcíme is, pontosan alternatív címe, The Horror Star. Amikor elindul a film a Blu-ray-en egyébként, az a címmel is indul, hogy a Horror Star, tehát a horror csillag. Nem éppen a legjobb címválasztás volt, hanem a Fright Me az hangzatosabb, viszont a Horror Star az viszont meg benne van az eszenciája a filmnek, hogy miről is szól, amire meg ki fogok térni. Ugye rajtam egy Troma logó ezen a Blu-ray-en, hát ők lettek a forgalmazók, vagy ők a forgalmazók Amerikában, ami nem jelent semmi jót vagy rosszat, úgymond. Én szeretem a jóféle Troma filmeket, de ez nem olyan, mint a Troma filmek összességében. A Slasher kollekcióban van benne Angliában. Nagyon slashernek sem mondanám. Van benne slasheresen, de nem annyira slasher szerintem. De azért szeretnék erről a filmről beszélni, mert sose hallottam, hogy bárki beszélt volna erről a filmről. És megmondom őszintén, én is elsőnek akkor láttam ezt a filmet, amikor Blu-ray-en megvásároltam. És nagyon tetszett a posztere egyébként. Benne van az eredeti poszter is, a Horror Star címmel, van benne egy kis füzetecske, ami néhány oldalt tartalmaz magáról a filmről írva, és hát miről is szól maga ez a film összességében. Végülis akkor visszatérve tényleg csak azért, hogy hát ha valaki felfedezi is tetszeni fog neki a film, mert picikét van egy ilyen unique, egy ilyen egyedi érzete a filmnek, amikor nézi az ember. Nem az a sablon film, úgymond, amit már sokszor le lett rágva, bár hogy említettem, ilyen slasher elemek vannak azért benne, bár nem túlságosan. Most maga a film egy horror színészről szól, aki úgy néz ki, mint Christopher Lee, legalábbis a filmben ráhasonlít nagyon. De egyébként a színészt valójában Ferdi Mayne-nek hívják, aki játszotta ezt a szerepet, és Konrádnak hívják a filmben ezt a szereplőt. És ez a Konrád igazából egy old school horror sztár, olyan, mint mondjuk Boris Karloff, vagy Lugosi Béla, vagy Lon Chaney, ezeket a nagy neveket mondjam, vagy Basil Rathbone, de már a karrierje végén jár, és pont a filmnek az elején forgatnak egy filmet, ott már elrontja a jelenetet, hogy mit, hogy csinálja. Egy fiatalabb rendező próbálja kioktatni, mondja neki, nem mondjon semmit, mert ő egy old school horror sztár. És egy történik ott érdekes dolog már a filmnek az elején, tehát ő is sokszor így gondolkoztam, hogy maga ez a horror sztár is azért látszik, hogy az esze is kezdett elmenni azért neki, annak ellenére, hogy a karrierje is már leszálló ágban volt. Lényeg a lényeg, hogy ez a horror sztár jobb létre szenderül bizonyos okok miatt, tehát meghalt. Viszont a rajongói, van egy kő rajongótábora, nem igazán hagyják, hogy nyugodjon. Ugyanis van egy hatalmas kripta, ahol eltemetik ezt a horrorszát, és ezért is mondtam, hogy ez is már egyedi, hogy maga a saját temetésén is úgy megcsinál a temetésén, hogy van egy hatalmas képernyő, és ott maga az a horrorszár ilyen monológokat mond, tehát előre ő már tudta, hogy meg fog halni, és akkor előre felveti a részeket, és akkor elmondja, hogy éppen, hogy mit gondol. És a rajongói viszont hatalmas és borzalmasan jó ötletet találnak, hogy egyik éjszaka ellopják a tetemét ennek a horrorsztárnak, a Konrádnak, és elviszik magukkal, hát eddig tart a tervük, tehát ezt így kigondolják, hogy milyen jó ötlet, hogy elrabolják a testét, és ennyi. Ennyire gondoltak előre. De akkor ellopják a kriptábamot, és olyan furcsa, kicsit ilyen futurisztikus az egész, az ajtó becsukódik, a képernyő megjelenek ilyen különböző képek, és akkor beszél hozzájuk a Konrád. És történik, ami történik. Egyébként a fiatalok között, akik elrabolják a Konrádot, ott van a nagyon fiatal Jeffrey Combs, aki később a Reanimátorba játszott a Herbert Westet. Érdekes kis karrierje volt, mert akkor is elindult. És ezek a fiatalok elviszik a tetemét a Konrádnak. De ez nem marad ennyiben, úgyis Konrád, hogy nem, életre kell. Ugyanis a Konrádnak a felesége, tehát az özvegye hív egy halott látót, és a halott látó, mint a megidézni a Konrádot, mert kíváncsi, hogy hol rabolták el a testét, és a szeánsznak a következtében Konrád életre kell, és elkezdi ezeket a fiatalokat megölni, akik őt elrabolták.
És aztán itt vannak ilyen érdekes gyilkosságok. Gondolok itt, hogy például lebegteti a koporsóját a Konrád, és valakit így agyonüt közben a koporsóval. Tehát ilyen elég érdekes, akkor valakit mondjuk felgyullad, ahogyan a Konrád ránéz, villódzó szemekkel felgyullad. Valakit meg fog és lefejez a Konrád, tehát vannak ilyen érdekes dolgok. Minimális gór van benne, nem túlzottan góros, de van benne azért, tehát aki azt szeretné, az megtalálja valamennyire számításait, de nem egy Fulci szintű filmre kell gondolni, ami egy érdekes egyébként, egy pont Fulcit említettem meg, úgyis ebbe a házba, ahol elrabolják a tetemét a Konrád, van a poszterek is, de az pont Fulcinak a Zombi című filmje, ami nekem nagyon szívmelengető volt, mert 1983-ban volt, és szegény Fulci életében sose kaptam meg azt az elismerést, amit őt megillette volna, bár azért volt jóban, rosszban része. Volt, hogy elment közönség találkozóra, fenn is van az interneten például, és rengetegen ott voltak, több százan elmentek. De mégsem kapta meg anyagilag, de mégis ebben a filmben ott van a poszter, ez mégis azt jelenti, hogy akkor is Amerikában volt, akik már akkor elismerték a Zombi című filmet, hogy mekkora klasszikus, főleg, hogy most már tök jó volt látni ebben a filmben. És összességében a színészi játék szerintem az teljesen rendben van, bár nagyon nagy neveket nem kell várni. Maga a Konrádot alakító Ferdi Mayne például játszott a Conan a pusztítóba, vagy például a Borláknak a második részébe, de mégis úgymond egy akkora név, mint mondjuk Christopher Lee lett volna, aki például ugye az Üvöltés második részében benne volt, amit én nagyon szeretem. De mégis korrekt alakítások vannak ebbe a filmbe. Egyedi a sztori, nekem azt tetszett benne, hogy tényleg van egy ilyen egyedi hangulata az egésznek, ez a sokszor, hogy ilyen felvett jelenetek vannak ugye erről a horror sztárról, és akkor ő úgy beszél az emberekhez, meg halála után is visszatér, tényleg, hogy jó, nem azt mondom, hogy mint a fűrész, hogy előre gondolkodott még halála után is, hogy csapdákat csináljon, de úgy nagyon érdekes egy történetlenek a filmnek, annak ellenére benne vannak ezek a slasher elemek is, szórakoztató. Én tényleg tudnám azoknak ajánlani, akik szeretik ezeket a elveszett horrorfilmeket. Én azonnak tudnám igazából ajánlani, akik szeretik ezeket a kevésbé ismert filmeket, mert itt, ha nem is egy kincse bukkannak, de egy egészen jó szórakoztatásra. Tehát én ezt tudnám ajánlani egyébként. Inkább egy ilyen hardcore-abb horrorra jön volna. Mert aki ilyen művészi, vagy csak és kizárólag A-kategóriás horrorfilmeket akar nézni, az ne ezt a filmet nézze meg, de aki szereti mondjuk csak a slasher filmeket, vagy tényleg, hogy mondtam, az elveszett filmeket, ezt nézze meg mindenféleképpen. Úgyhogy érdekelne, hogy valaki a nézők közül látta ezt a filmet egyáltalán. Vagy csak én néztem meg. Érdekelne. Ha tetszett a videó, dobrá egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és a következő videóig is. Béke.